szokott jobban beázni. Leszakadt plafon és roskadozó falak fogadtak minket az oromhegyesi Kávai családnál. Könnyes szemmel mutatta meg István és Szintia romokban heverő otthonukat. Hat gyermekével él síralmas körülmények között a 24 éves anyuka és a 23 éves apuka. Szintia a szobában főzte a vasárnapi ebédet, ott jártunkkor. A konyhában potyog a vakolat, így ott nem tudja ellátni a teendőket. Húslevest főzök ebédre, meg lesz mellé tyúfta. A gyerekek ágya felett is omladozik a plafon. A 8 hónapos Márk, a 2 éves Krisztián, a 4 éves Kornél, az 5 esztendős Krisztina, a 7 éves Melánia és a 8 éves Nikoletta nem aludhat nyugodtan a roskadozó házban. A gyerekek fürdetése is körülményes. A víz sincs bevezetve az épületbe. Abba melegítsük a vizet egy ilyen nagy fazékba, és azt ugye kettőt kell melegíteni, két ilyen nagy 10 literes fazékkal, mert ugye egyiknek nem elég. Táknyőbe fürdenek, mert ugye nincs fürdőszoba. Kávaiék egy fizetésből élnek. István egy disznófarmon dolgozik. A verejtékkel megkeresett pénz szinte csak a számlákra is némi ennivalóra elég. A ház javítására már nem futja. Szeretnének máshova költözni, de ehhez segítségre volna szükségük. Ilyen hasonló ház megfelelne, ahol víz van bent, fürdőszoba, közelebb lenne egy kicsit az iskola, óvoda, mivel hogy nem bírjuk a lányokat, gyerekeket kísérni minden nap, egymaguk mennek, az elég hosszú ez a táv nekik. A gyerekek a meleg csizmát kinőtték, és nincs pénz újra. A kicsik egymásnak és az anyukájuknak is gyakran segítenek. De miben szoktál segíteni itthon a ház körül? Mosogatni, söprögetni. Anyának szoktál itthon segíteni? Igen. Mit szoktál neki segíteni? Néha kivinni a szennyest, meg hogy összetakarítani, megcsinálni reggel az ágyat. Míg a nagyobbak segítkeznek, a kicsik játszanak. Mivel játékuk is alig van, abban bíznak a Jézuska sok babát, és pónit hoz majd nekik karácsonyra. Mit szeretnél a Jézuskától, megmondod? Autót vagy valamit? Én autót. A hat kisgyereknek sok minden hiányzik, de szeretetből bőven kapnak. Hogyha valami rosszat csinálnak, akkor jönnek oda is, hogy anya, szeretlek. István és Szintia gyakran könnyeikkel küszködve ébrednek a düledező házban. Egy albérletre volna szükségük Oromhegyesen, ahol adottak a feltételek a gyerekek tisztálkodására és étkeztetésére. A család havi 30 eurót tudna fizetni a ház használatáért. Arra viszont nincs lehetőségük, hogy ezt egy évre előre kifizessék. Remélik, gyermekeiknek hamarosan jobb életet tudnak biztosítani, és úgy nőhetnek fel, mint más társaik, akik meleg és szép otthonban várják a karácsonyt. Tegye szépé mások ünnepét! Segítsen a rászoruló vajdasági családoknak! Kattintson a pannonrtv.com-on az Adni örömfűre, és nézze meg, kinek mire van szüksége! Felajánlását a 024 621 401-es telefonszámra várjuk. Adni öröm. A Pannon RTV jótékonysági műsora december 23-án 18 órakor a Pannon televízióban.